összetett gyakorlat zajlik most itt Baskó településen. Miből állt ez a gyakorlat? Egy olyan gyakorlatot terveztünk meg itt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közösen, ami már országos gyakorlattá nőtte ki magát, elsősorban azért, mert amit itt gyakorolunk, amit itt gyakorolnak a végrehajtók is, az az országnak nagyon sok részén előfordulhat, ez pedig a különböző kis vízfolyásoknak a kártételei. A falunak a legkritikusabb részén vagyunk, ahol a legkomolyabb munkát kell elvégeznünk, hiszen itt a közúti hídtól számított 100 méteres szakaszon ezt az 59 kár, amely a patakmederben vagy közvetlen közelében jött, és gyakorlatilag lefolyásgátló tényezőként van jelen, így igencsak megnő az árvízelöntésnek a kockázata. Ezeket a fákat távolítjuk el a patakmederről. Közel 200-an vettek részt ebben a gyakorlatban, és nekik szóló volt ez a gyakorlat, tehát azért lett ennyi felé bontva különböző kárhelyszínekre, hogy mindenki, minden szegmens tudjon gyakorolni. Talán itt a legfontosabb, amit ki tudok emelni, az az, hogy minden egyes ilyen vízkártételnél a fontosabb az, hogy rögtön az első pillanattól kezdve mindenkinek meglegyen a feladata, hogy mit kell végrehajtani. Ebben az esetben nagyon fontos volt az, hogy a különböző akadályt jelentő fáknak az eltávolítása megtörténjen, ez volt az egyik legfontosabb feladat. A védekezés, különböző védműveknek az emelése a vízfolyás mentén, illetve magának az árok medernek a kitakarítása. Most egy olyan fahidat építenek újjá, amit a megáradt patak a gyakorlat feltételezése szerint oly mértékben megrongált, hogy az már további használatra alkalmatlanná vált. Gyakorlatilag az utcának, illetve ennek a településrésznek a megközelíthetősége érdekében adott esetben a kimenekítésben is nagy szerepet játszó fahidat teljes mértékben újjáépítik. Említetted, hogy 200 ember vesz részt a gyakorlaton, de ez több szervezet is lefed. Kik ezek a szervezetek? Nagyon fontos, hogy a katasztrófavédelem nem csak egy szervezet, hanem egy szervezetrendszer is, aminek nem csak a katasztrófavédelem a része, hanem például vízügyi szakemberek is, hiszen egy ilyen kis vízfolyásnál, vagy akár mondjuk a nagyobb vizeknél, folyóknál is nagyon fontos az, hogy a megfelelő szakértelem, szaktudás meglegyen ahhoz, hogy a védekezést, vagy mondjuk a megelőzést meg lehessen szervezni, meg lehessen tervezni, és ahhoz minden egyes logisztikai feladatot végre lehessen hajtani. Ezért nagyon fontos ennél a gyakorlatnál is, hogy vízügyi szakemberek is itt vannak, valamint a közútkezelő szakemberei, illetve a településről is sokan részt vettek ebben a gyakorlatban. A magyar közútnak a speciális képessége egy olyan betonáltereszt, egy 40 cm átmérőjű, vagy 400 mm, hogy hivatalosak legyünk, átmérőjű, betonáltereszt takaríti, amelyet a környező vízfolyásokból, illetve a belterületi vízelvezető rendszerből érkező hordalék teljes mértékben eltömített, és ezzel veszélyezteti a fölötte lévő területnek az elöntését, így gyakorlatilag ők most ezzel a goma technológiával kitakarítják, és teljes mértékben átjárhatóvá teszik akadálymentessé ezt a áteret. Összetett gyakorlat zajlik most itt Baskó településen. Mit jelent ez a településnek? Ez egy mozgalmas nap, és igazából napok óta készültünk rá. Egy értékteremtő gyakorlat és valós értéket takarítunk meg a településnek, pont amiatt, mert ezeket a patakmedreket, vízfolyásokat a településnek kellene karbantartania, miénk a fenntartási kötelezettség. Volt már korábban rá példa, hogy kiáradt ez a kis patak, és a önerőből meg is emeltük a támfalat a patakon, azokon a részeken, ahol tényleg szükség volt rá. De voltak olyan részek, amiket igazából nem tudtunk saját erőből megoldani. Ezeket most részben sikerül ebben a gyakorlat keretében megoldani. Természetesen a katasztrófavédelemnek és minden egyes közreműködő szervezetnek, így a vízügyi szakembereknek, a közútkezelőknek az a célja, hogy értékteremtő gyakorlatokat tudjunk végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy nem csak mi gyakorolunk, és nem csak a szervezeteknek a célját szolgálja az, hogy a gyakorlatot végre tudjuk hajtani, hanem ezáltal valamilyen pluszt hozzá tudunk adni annak a településnek az életéhez, ahol ezt a gyakorlatot végrehajtottuk. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.